Jobbi 2-3 hónapban, tehát arany életem van. Minden be van pakolva. Új, bőgök is, miért sírsz? Nem tudom. Ani, tehát ilyen különböző... Csinálod egyébként? Nem direkt, hanem amikor valami le kell hajolni. Mert a szexet mondják. Igen. Ez bejön. Igen? Nekünk az se jön. Ez engem nem érint. Ez. Szokásos, Steven Bakker anyuval bejelentkezünk. Így meg most már torna? Szumó? Így, hát hogy lehajolni, tehát ilyen különböző... Csinálod egyébként? Nem direkt, hanem amikor valami le kell hajolni. Igen. Mondjuk. Igen. Itt vagyunk a Róbert Károly Magánkórházban Budapesten, ugye itt fogsz szülni. Egy hét most múlva. Most nem, ez még nem. 7 nap múlva. Most megyünk az arasztás kollégához, vagy ott doktornőhöz, ugye? Uh-huh. Yeah. Aztán mi történik? Ma Ári. NST. Aha. NST, ahol megnézzük a színhangokat. Uh-huh. Úgyhogy ennyi igazából. Azt mondtam, hogy lejjebb van a hasad, de mondod, hogy nem. Nem, mindig így ennyire volt, tehát sosem volt így felmérni. Szerintem ugye a súlyuk miatt, tehát egyszerűen nem fizikailag nem bírja gondolom a bőr, vagy az izomzatom, vagy nem tudom, de mindig így. Így van, úgyhogy nekem ez nem mérvadó. És hogy vagy így az utolsó héten? Végasztalt meg a kismamákat, akik szintén az utolsó hét közelében vannak már, hogy te sem vagy olyan fit, meg olyan vagy, igen? Ó, de persze. Mindenkinek azt mondom, hogy ez már az anyakotó szindróma. Hát ez amikor csak így fekszel, ki van terülve így, és csak így tényleg azért küzdesz, hogy tudjál levegőt venni, meg ember tudjál maradni. Hát azért most már nehéz. Tehát áldott állapot ide vagy oda. Most már azért én várom ezt a jövő hetet eléggé. Jó, én ezt most csak átnézem, hogy minden szükséges paraméterben megvegyem. És hogy a szakmában vannak-e. Köszönöm szépen. Akkor a következő az lesz, hogy egy EKG-t fogunk készíteni. Jó. Itt a függöny mögött webközön le legyen szívesen találni is akasztókat. Jó. A deliktól fölfelé kell levetni, hogy melltartót is le kell venni. Igen. Jó. Illetve mérünk. Mérünk majd egy vérnyomás is, meg meghallgatom a mellkasát. Jó. Akkor ez megvan, a laborokat megnéztük, megbeszéltük. Jó, tehát akkor beszéljünk a császármetszés érzéstelenítéséről, akkor ezért vagyunk itt. Nagy újdonságokat akkor nem fogok mondani, mert már volt császármetszése. Most, hogy tervezett időpontban, nem tudom, hogy Krisz tervezettem volt császár, vagy ez csak úgy alakult? Nem, akkor spontán indult a szülés, és akkor császármetszés lett a vége, akkor köldökzsinó rá volt a keretben. Aha, jó. Most, hogy akkor tervezett időpontban jön császármetszésre, azt fogjuk kérni, hogy így gyomorra érkezzen. Egy pici szúrás lehet érezni, hogy beadjuk a helyi érzéstelenítőt a bőr alá, utána történik a gerinc közeli érzéstelenítésnek a beadása, és amikor beadjuk az érzéstelenítő oldatot, akkor lehet, hogy erre emlékszik is, hogy röviddel utána már kimelegedés, zsibbadást fog érezni a lábában, a csípőjében, és aztán egészen a has tetejéig el fog zsibbadni. Ez a zsibbadás, ez körülbelül, nem tudom múltkor mennyi ideig tartott, hogy emlékszik rá, de körülbelül egy olyan 3-4 órán keresztül tart normálisan, illetve az érzéstelenítő beadását követően 6 órát feküdni kell. Ez csak azt jelenti, hogy felülni nem szabad, de nyugodtan kényelmes párna legyen a feje alatt, és oldalra el lehet fordulni. Jó? Én azt szoktam javasolni a kismamáknak, hogy szívószálat hozzanak magukkal, mert a műtét után gyakorlatilag azonnal el lehet kezdeni folyadékot fogyasztani. Nagyon fontos is lenne, hogy igyon bőségesen folyadékot a műtét napját, és akkor úgy oldalfordulásban a szívószállal kényelmesebb. Köszönöm szépen! Jó? Nagyon szívesen! Nagyon kívánok, jó egészséget! Köszönjük, igyekszünk! Viszont minden jót! Izgulsz egyébként? Nem. Most ugye az eresztesen megbeszéltétek, hogy mi lesz? Nagyon várom. Ádi, te pakolgatsz, vagy ilyesmi, tehát hogy készülsz a dologra? Hát, minden be van pakolva. Igen, a te ruhád is már el van pakolva, hogy majd neked mikor is van riadó csomag. Nekem is van külön szobám. Azt tudom, de riadó csomagod is van?
van egy ruhád, amiben... De van, én csináltam neked riadó csomagot. Na, és abban mi van? Nagyapja mondja, hogy riadó csomag. Neki is van most már ilyen, mert hát, hogyha jövünk, vagy korábban beindul, nagy Isten, akkor hát neki is kell, meg hát ő is szeretne itt lenni a kórházban. Akkor lesz apukájánál is közben. Akkor be is megyünk, és akkor utána, mert a NST közben megbeszéljük, hogy a Sanyi az hogy bírja itt a kispapaságot. Jó. Centilla pontosan. És ezt hogy találtad meg? Rá cuppant. Attól, hogy minimális rájöttet, de hát francis kicsi segítség és egy kis rutin. Mondtad, Olgi, hogy mind a két gyerek így hát, vannak így hetek óta, igen. Meg otthon nekünk is van szívfang fiatal sokáig, hogy nem mozogtak ilyen intenzíven, mi is néztük otthon, hogy az Ádi nagyon szerette ezt a kütyüt. Mind a két baba nagyon jól érzi magát. Ezt vettem észre. És az egy papíron jön ki a két baba párhuzamosan? Így van, lehet látni, hogy kettő között különbség van, tehát hogy nem egy baba. Itt a papíron lehet látni a két babát külön. Mert ha egymás után CTG-zzük, akkor nem lehet tudni, hogy nem ugyanazt a babát CTG-zzük-e kétszer. Tehát ezért fontos az, hogy legyen egy iker CTG. Mert egyébként, ha 20 perc az egyik, 20 perc a másik, akkor lehet áthallás. Tehát ugye akkor nem biztos, hogy a kettő. Így viszont nagyon szépen látszik, ugye, hogy van különbség végig. És akkor itt tulajdonképpen az aktivitás nézünk, igen, igen, mindenben vannak, ha jól érzik-e magukat. Meg nagyon aktívok, tehát szépen lehet látni, hogy végig megvan a különbség, és ez folyamatosan változik. Tehát ahogy mocorognak, ugye el kicsit közeledik, távolodik a kettő egymástól. Egy-egy pillanatra még össze is csenked, de azért nagy részt azért különböző. És akkor az alsó az albaba? Az albaba, és igen, akkor ez pedig a... És akkor ugye elvileg, illetve most majd gyakorlatilag az egyik így jönnének ki a természetes szülésnél. Igen. Csak hát ugye Olga császárról szült az elsőt. És akkor a B-babát veszik ki majd először, vagy az át? Aki lejjebb van. Aha. Mind a császárnál is, mindig a... Persze. És akkor így ő lesz az idősebb. Hát egy perc. Egy perc lesz körülbelül. Ő lesz a nővér. Igen. Hát nem tudom, hogy a apukára most ezt rákapcsolnánk ezt a szívhangmérő készüléket, akkor mi lenne? Akkor nem mutatna. Mert hogy a Sanyi meg nagyon izgul. Lehet róla beszélni, ugye Sanyi drága? Beszélni meg. Nem is tudja, hogy ez hogy fogja túlélni ezt a napot. Egyszerre két babát. Ezt az egészet. Igen, nagyban szervezi a másnapi tejfogasztó buliát. Ja, hogy az... Azt igen. De akkor abból is kettő kéne. És akkor... Ja, még csak így is... Két napig tart. Ugye? Két napig tart, Sanyi. És már a szülés napján akartad a szervezet, akkor te biztos, hogy nem mész sehova. Tehát mondom, az első nap, mondom azért... Két egyszerre mozgatni, azért az nem lesz könnyű. Mondom, másnap elmehet. De mondom, addig biztos, hogy nem. És miért izgul a Sanyi? Hogy majd mi lesz, hogy ismered lesz. Igazából két dolog miatt, de hát az egyik maga a műtét, hogy ő hogy fogja magát érezni, műtét, nem én ő. A másik... De hogy beálljul-e? Vagy hogy hát volt beálljul, vagy ő... Igen. Hát mutasd meg Ádám Sanyinak a videókat, amit szoktál nézni, a császáros videókat. Ha Sanyi nem bírja a császármetszést, akkor majd cseréltek. Nem, viccek, ő nagyon szeretne bent lenni, de hát mondom, ne utáld. Igen, úgyhogy szóval ez az egyik dolog, a műtét, a másik meg, hogy hát ezért csak 40 évig élt így, ilyen komótosan, tehát a következő 40 éve nem erről fog szólni. Jó lesz majd, mert az Ádi fél hétkor kell, akkor te már tudod is a csajokat vinni a gyerek a cickójára, nem? Bordárod lesz van. Igen, ezt nagyon várja ezt a szoptatás és tejleszívás műveletet. Igen, ez egy műszaki feladat. Mert ez egy műszaki dolog, igen. És ezt így fogja fel, úgyhogy...
azért ez is egy érdekes téma. Az ember hogy vetkőzi le ezeket a... Hát nem is gátlások, de azért na, tehát az ember nincs ahhoz hozzászokva, hogy most így premier plánba így nézzék, ahogy pumpálod ki a tejet. Most arra gondolsz, hogy igen. Még az Ádám előtt se. Hát előtt, hogy igen, tehát mert hogy ez annyira intim. Nem is az, hogy intim, de hát azért mégiscsak ekkora lesz a mellem, jön ki belőle a tej, gépet rá, tehát ez nem tudom, és akkor egy ilyen kisgyerek, nekem hát még kisgyerek, és akkor olyan furcsa. Hát persze, miért ezeket, meg én is azért így laza vagyok, csak ez egy kell levetkőzni, nem az Ádám. Egy jelenlő szitu egyébként, igen, tehát nekem is ugyanolyan lazán kell ezeket a dolgokat fölfogni. És erre készülsz egyébként? Tehát, hogy így tudom, így gondolkodsz meg, de vagy már úgy esik, hogy buffan? Már mi a szoktatás? Hát az ehhez való hozzászokáshoz például, hogy az intimitás. Én nem szoktam ezen így görcsölni, meg agyalni, tehát persze, hogy szoptatom őket, persze, hogy úgy, ahogy kell, tehát most nem lesz az, hogy itt betakarózok azért, mert ott van az Ádi, tehát nem, ilyet azért nem fog csinálni. Volt ilyen Ádámnál? Volt, négy hónapos koráig tudtam. Aztán jött az a növekedési ugrás, ugye, amikor is tényleg mindent megpróbáltam, mindenféle bogyók, teják, meg nem tudom mennyi folyadék, és akkor már azért kellett pótolni, és akkor így szépen így átvette az anyatejnek a helyét a tápszer. Én azt mondom, hogy tehát én ezen sem stresszeltem. Nem, szerintem borzasztóan rágorcsolnak erre a témára. Neked volt egyébként hiába, de vagyok jó anya? Vagy hát, ez gyakorlatilasabb vagy ennél? Volt, de nem emiatt. Igazából legelőször a császármetszés után éreztem egy picit ezt azért egy-két napig, mert az egész terhesség tényleg nagyon jó volt az Ádival, problémamentes volt, és nagyon készültem arra. Tehát én ezt a természetes úton történő szülést is én úgy fogtam föl, hogy ez egy új élmény, és én szeretném átélni. Tehát akármennyire fáj, én ezt szeretném tudni, hogy ez milyen. Akkor még előtte még azt is hangoztattam, hogy nekem fájdalomcsillapítós se kell, semmi nem kell. Úgy akarom átélni az ősasszonyként. Igen, mert a kíváncsiság miatt, nem azért, mert én ettől lennék jobb anya, hanem mert kíváncsi voltam erre az egész dologra. És ugye nála hajnali 14:30-kor folyt a magzatvíz, és akkor dél 11-kor lett már sürgősségi császár, mert a köldögzsírő a nyakán volt. És utána egy-két napig azért meg kellett ezt így emészteni. Nem éreztem azt, hogy rossz anya vagyok ettől, csak... Igen. Nekem is ugyanez volt. Nekem én is 6 órát vagyottam a végén, sürgősségi császár, és ugyanez volt, hogy ráadásul nekem altatásban, és ugyanez volt nekem is, hogy nem éltem át. Igen. Nem éltem át. Ott van a gyerek, aztán meg kint van a gyerek. És akkor mondjuk annak azért örülök, hogy azért vajultam, tehát hogy azért valamennyire mégiscsak éreztem. Még az nem volt. Még az nem volt. Ő jött volna, csak a köldögzsinó nem engedte, és akkor volt, hogy a szívhang egy picit leesett nála, mert ugye akkor volt már zöldes a makrotíz. Igen, megkoni, most nekem is az volt. Túlhattad a babát. Túl, 40+5-re. Igen. 40+5-re született, úgyhogy de hát minden jó, a vége jó. És most nem akartad megpróbálni? Nem. Nem, most arra meg már úgy vagyok vele, hogy volt egy császárom, akkor tehát nem két gyerekkel fogok próbálkozni. Ez a 9 hónap, ez jól ki van találva arra, hogy azért az elején voltak nem az, hogy surlódások, de amikor igenis mondani kellett neki, hogy azért ebbe segítsen, ez így lesz, ez úgy lesz. És most arra, így az utóbbi 2-3 hónapban, tehát arany életem van mellette. Kispapa lista megvan, azt pipálni kell minden nap. Igen, tehát, minden megcsinál, most már kérni sem kell, mert tudja, hogy masszírozza a lábamat, hozzá a gyümölcsöt. Gyakorlattak a kispapát is. A lányoknál szó szerint ez, ami a filmekben van, hogy bőgök, és akkor miért sírsz? Nem tudom! És tényleg nem tudod, hogy mi bömbölsz, meg mi bajod van, meg most miért vagy síkideg, tehát, uh-huh. Tehát ez teljesen más, úgyhogy nekem is voltak azért
ilyen hullámvölgyek, de nem tartósak. És akkor ezt hogyan reagálta le a Sanyi, vagy hogy lett ennek vége? Igen, ő egy nagyon nyugodt ember, abszolút. Kezeli ezeket a... De tudtad a terhességnek? Nagyon igen el a Sanyi, tehát igen el. Igen, neki végtelen a türelme, hál' Istennek. Jövő péntek reggel jövünk, tehát egy hét múlva éppen. Mi van akkor, hogyha elindul a baba valamilyen módon? Tehát, hogy mondjuk elmegy a magzatvizet. Puff! Akkor mi történik? Erre felkészültél? Akkor mi a menet? Felkészültem. Pont apukám mondta, hogy készítsek ilyen akcióterveket. Ő ilyen villamosmérnök. És ő... Ne ütögesd, mert akkor már belezek a izé. És ő mindent Excel táblába szokott elkészíteni, és mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha már összeírnám Excel táblába az akcióterveket, hogy mi van, ha ekkor kell indulni, mi van, ha akkor kell. Mi van, hogyha akkor, amikor mondjuk a Sanyi éjszakás, vagy nappalos, vagy mit tudom én, mi történik, vagy ha az ádi óviban van. Ezeket írjam le. Mondom, nem írom le, de nem fogok Excel táblákat csinálni most már, az biztos. Hát és elmondtam neki. Kapának ki kellett volna adnod, ezt hogy... a feladatot csinálja meg ő. Nem, én ettől sokkal gyakorlatilag vagyok, tehát ezt leírom előre. Tehát amikor ha ez megtörténik, hogy mondjuk elfolyik a magzatvíz, akkor nyilván mérlegelem, jó, gyerek oviba, Sanyi itt, mit tudom én, és akkor az adott helyzetben indítom a telefonokat. Uh-huh. És akkor úgy összehozom. Tehát össze vagyok pakolva, a papírok egy mappában vannak, tehát igazából 3 perc alatt összekapom magam. Már tudod pontosan, hogy hány másodperc és hány perc gyöngyös a lakásotoktól a Robert kórházi. Akkor Sanyi kimegy veled, jó? Édesem. Sok víz. Ja, meg hogy mindenkit össze kell kürtölni ilyenkor, ugye? Hát igen. A Sanyi vezet, gondolom. Igen. Hát, hogyha akkor hátul van, igen. Vagy már hátul ősz? Vagy elől ősz egyébként a kocsiban? Elől már hátul, hát igen. Most az utóbbi hetekben milyen változás volt? Tehát, hogy elkezdtél nyilván kicsit nőni, vizesedsz? A lábfejem, azt szintén egyik napról a másikra durant így be. Feri, föl nem vagy venni. Ahogy a meleg, nem? Lehet. Fölnevettem a vizes lábát. Majd megmutatjuk, amikor karcsú lesz. Nem is amiatt, hanem holnap megyek, pedig hűröshöz és osztályra vágni. Nem veszem fel, de nagyon szép lábfejed van. Egyébként gyönyörű. Mert ilyen hatalmas karmai vannak, ilyen dinoszaurusz karmai. Úgyhogy igen, az egyedül más... Az, ami ilyen feszítő érzés egyébként? Tehát, hogy már úgy érzed, hogy kidurranok? Igen, az most már van. És az, ami tudsz kezdeni az esetéssel? Fölrakod a lábaidat? Hát fölrakom, akkor csoportban a lányok mondták, hogy alkoholmentes sör, az gyönyörűen leviszi. Kérdezzük meg a csajoktól, hogy ha túlhordod a babát, akkor milyen praktikákhoz lehet folyamodni? Én például azt csináltam, hogy nem tudom hány órán keresztül, 2-3 órán keresztül biztos, hogy Google-ba mostam föl. Mert az én nagymamám azt mondta, hogy ő náluk ez szokott bejönni. Hát nem jött be egyébként, nekem se jött be, ugyanúgy végül is csak később ment el. De hogy vannak? Hát vannak. Mert a szexet mondják. Igen. Ez bejön. Igen? Nekünk az se jött be. Ez engem nem érint. Ezt ő, hogy is mondjam, olyan lemondóan mondtad egy kicsit. Sanyi befoghatatlan vagy? Abszolút. Hát kiadtad feladatba, nem? Most úgy csinálj, mint aki nem figyeli. Kiadtad feladatba, és nem pipálta ki. Nem, ez az időben nem fogadott szót. Mégiscsak ebben van az Excel tábla. Igen. Jó, tudod, hogy egy kicsit racionálisan felsorolni. Igen. Ajajajaj, ez a sajt. Volna állítanom neki egy to-do listet, és akkor pipálgat. De nem, mindegy, annyi baj legyen. És most a kis időt ma tényleg kibírom. De hát vannak más megoldások is. Ugye? Vannak, persze. Csak azokat nem tudom. Na jó, szerintem ebben pont annyira belementünk, amennyire lehet. A többit majd lebrusztoljátok, jó, Sanyi?
Franciska is megérkezett. Kész vagyunk. Kész is van. Minden rendben van. Franciska, milyen praktikákat szoktatok alkalmazni, hogyha esetleg a babák alszak? Mikor a CTG-n van? Lehet egy kis folyadékot inni, egy kis édességet, illetve finoman meg lehet simogatni a pocakot. És akkor így felébrednek. A lányokat nem kellett ébrezgetni. Hát most maguktól is, igen. Ha ilyen pluszban vagyok, akkor a mérünk egy vérnyomást, jó? És akkor utána kész is leszünk. Gyönyörű a vérnyomásod. 117/77. Hát ez még nem. Meg a vérnyomásom azért az magas volt. A csütörtökön fogsz kapni egy SMS-t, hogy mikor kell érkezned péntek reggel. Ja, jó. Jó, tehát ugye csütörtökön írják meg a műtéti programot délután, akkor áll össze, hogy milyen sorrend lesz. Gondolom, hogy veled kezdünk, de ezt nem tudom biztosan. Tehát ez majd kiderül. Műtét előtt 2 órával kell jönni, hogy legyen időnk mindenre. Jó. Tehát CTG-zünk, infúzió. Aha, jó. Egy kis elhelyezkedés. Most várjuk a csajokat. Anita, jössz a szülésre? Igen. Akkor te leszel az első, aki megpuszíja a kislányokat? Hogy tervezed? No, hát ennyi. Igen, csak is. Találkozom egy hét múlva? Egy hét múlva. Igen. És akkor már szülősuhában. Már. Ja, hát igen. Már, hát úgy értem te. Hát, igen.